Sziasztok srácok, üdvözöllek titeket a Benzintemető csatornán. Itt vagyunk a Várkert bazárnál Budapesten, amit elleptek a sport és a szuperautók, hisz most csütörtökön rendezték meg a Gamble 3000-es rallit. De mi ez az esemény? Gamble 3000 a nevéből adódóan egy 3000 mérföldes, azaz 4800 kilométeres, több országot is átszelő rally, amelyet 1999 óta rendeznek meg. Az eseményt egy 1976-os film, a The Gamble Rally inspirálta, amelyben egy unatkozó gazdag cukrász egy Amerikát átszelő, illegális autóversenyt szervez meg a hozzá hasonló sebesség fanatikusok számára. Az említett filmet később több hasonszörű mozi követte, amiből a leghíresebb a sokkal nagyobb nevekkel és költségvetéssel operáló ágyugolyófutam volt. A különleges rallyt Maximilian Cooper indította útjára 24 évvel ezelőtt, hogy kombinálja kedvenc hobbiait, az autókat, a zenét, a divatot, valamint szerette volna szórakoztatni a környezetét. A program a következő. Több mint 100 ember napról napra szakaszokat teljesít a luxus autóival, majd este az ellenőrző pontokon buliznak a helyiekkel. A múltban rengeteg autós és televíziós személyiség megfordult itt, mint például Lewis Hamilton, Exhibit, David Hasselhoff, de 2006-ban még a Jackassből ismert Ben Margera és a megboldogult Ryan Dunn is tiszteletét tette. Oh! Manapság inkább a youtuberek vagy bármiféle tartalomkészítők jelentkeznek erre a rallira, hiszen vissza tudják keresni az árat a saját maguk által készített videóanyagokkal. Idén a két legnépszerűbb youtuber a Daily Driven Exotics és Shmi volt. My dog stepped on a bee. Hi guys, I'm Shmi. Előbbi 3,6 millió feliratkozóval rendelkezik, csatornájukon javarészt elég komoly verdákat építenek, majd felesleges clickbait címekkel látják el a videóikat. Belenéztem a Gamble-os tartalmaikba, ha már mindegyikre ráírták, hogy micsoda katasztrofális dolgok történtek itt, de megnyugtatok mindenkit, nem történtek. A budapesti adásokat mindenkinek ajánlom, valamint nagyon tetszett a Lamborghini Aventador SVJ, amit hoztak, amit egyértelműen az 1997-es McLaren F1 Le Mans-i versenyautó ihletett. Még a felnéz stimmel, pedig ez az SVJ gyári kereke. Shmi teljesen más tartalmat gyárt, ő annak idején még carspottinggal kezdte, amikor ez még nem volt annyira népszerű, mint manapság. Azóta jó pár éve eltelt, most 2,5 millióan követik, és főleg fizetett reklámbemutatókat csinál autós cégeknek, egy szóval influencer. Komoly bizniszt hozott össze és nagyon ügyesen csinálja, de mielőtt bárki kamerát ragadna, hogy erre az útra térjen, fontos megemlíteni, hogy ilyen meredek növekedés csak akkor tudsz elérni a platformon, ha már alapból gazdag közegből érkezel. Ő elvileg 6 autóval nevezett, de sajnos a verdájának csak a fele érkezett meg hozzánk. És ez nem csak rá vonatkozik. Furcsa mód az induló autók és az emberek egy része felszívódott, mire elértek volna Budapestre. De ennyire félnek tőlünk? Én például szívesen találkoztam volna Mr. GVV-vel, aki is méhez hasonló videókat csinál, csak sokkal igényesebben, valamint az én ízlésemhez az ő gyűjtemény áll a legközelebb. Ő is ott volt induláskor, de hozzánk már nem jött el. Lehet köze van hozzá, hogy 2 napja Londonban feltörték és kirabolták az M3-asát. És nem ő volt az egyetlen, hisz egy Ferrarit is megrongáltak, de járhattak volna rosszabbul is. Egy közel 5000 kilométeres úton számíthatsz rá, hogy begyűjtesz jó pár felpattanó követ az autópályán, de úgy tűnik, hogy az autó értékével párhuzamosan az előtted repkedő tárgyak mérete is növekszik, ugyanis az egyetlen drága hiperautó, amit elmertek hozni hozzánk, a Bugatti Chiron nem követ, hanem létrát kapott az úton. Da lag einfach eine fette Leiter mitten auf der Autobahn. Leiter! Ich hätte weder welch nach links oder rechts ausgeweicht, hätte ich die mit irgendeinem Reifen überfahren und wir wären... Valószínűleg egy kombi F-asztra tetejéről repülhetett le, azokon van mindig létra. Ez nektek is feltűnt már? Ezen kívül Matt Armstrong autó és feladta a küzdelmet félúton. Mm-hmm.
made it all the way. A kiválasztott országok, ahol megállnak, évről évre változnak, viszont Magyarország nagyon népszerű állomásuk, hiszen már jó párszor megálltak. Nekem például ez már a harmadik gembolom, amire kilátogatok. 2016-ban a Bazilika előtt tanyáztak a Verdákkal, egy évvel később pedig a Hősök terén, ahol Josh Cartoo fergeteges showval kápráztatta el a helyi autóbolondokat. Cartoo bizniszéről azóta lehullott a lepel, így kénytelen volt elmenekülni kis hazánkból. Egyesek szerint börtönben van, én úgy tudom Oroszországban bújkál. De mik egyáltalán a szabályok? Először is be kell fizetned egy kellemes összeget, ami 1999-ben még csak 8600 dollár volt, de most már bőven 50 000 fölé emelkedett. Aztán kéne valami vagánykocsi, amivel elindulhatsz. És ennyi. Ez a pénz amúgy magában foglalja a hotelek árát, az ételeket, amit kapsz, tehát mondhatni innentől csak a PR-ért kell fizetned a welcome drink után. Oké, de ki nyer és mi a fődíj? Nos, senki nem nyer semmit, ugyanis Cooper, a főszervező nem szerette volna gyors hajtásra buzdítani a résztvevőket, így az egyes pontokon az érkezési sorrend nem számít. De nem kell őket félteni, gyors hajtanak ők tét nélkül is. Ezer 2003-ban a képen látható Koenigsegg CC8S-t 242 mérföld per órával mérték be egy 75-ös szakaszon. De a Pin My Ride-ból ismert Exhibitnek is ugrott a jogsi egy korábbi holland etapon. Ezek a példák jól szemléltetik, hogy trófea híján a dicsőség még mindig ott lebeg a versenyzők szem előtt, és motiválja őket, hogy mégiscsak ők érkezzenek meg elsőként az egyes pihenőhelyekre. Up front, Kim Schmitz is setting the pace. As you can see, 250, that is going to be our average cruising speed. Camera back to me, please. There is a curve coming now, I will take that curve at 250. Yeah, as you can see, the car is staying steady, no problems whatsoever. This is the gumball speed, ladies and gentlemen. Alex Roy például olyan komolyan vette a feladatot, hogy 2001-ben megvette az akkor kapható legjobb sportszedánt, egy E39-es BMW M5-öt, majd néhány hónap alatt teletömte korabeli lézerblokkolókkal, 4 GPS-szel, éjjellátóval és további kamerákkal, hogy érinthetetlen legyen a rendőröknek. A biztonság kedvéért még szirénákat és hamis rendőrségi matricákat is szerzett, hogy senki ne álljon az útjába egyetlen másodperce se. Hello Madrid! We love Madrid! And then we drove for a very long time, it was awesome. it was awesome. So, oh! And we pulled over a black Lamborghini Gallardo! Turn up the engine of the car. Please bring your good documents to the car. Oh shit! Japan captured by Gumball 144. Such a loser. You're a pedo. 2003 és 2007 között nem csak a Gumball mezőnyét gyalázta szét a Specien möttel, de az összes akkori rallin is részt vett hasonló habitussal. Hang on to your trousers. We have these in the front, and we're going to change these we used yesterday for these, which because the police don't know about this one, they wrote this one down. I think that'll be a good strategy for the day. I don't know how you can do this without multiple license plates, because you never know. 2006-ban még a Cannonball rekordot is megdöntötte, amikor 31 óra és 4 perc alatt szelte át a 2800 mérföldes amerikai szakaszt. Ezt az eredményt azóta többen is megdöntötték, jelenleg ez a tuningolt Audi S6 tartja a rekordot 25 óra 29 perccel. A Gumball 3000 korai éveinek elkerülhetetlen tartozékai voltak a balesetek, de amikor 2007-ben egy Tekart Porsche 911 Turbo nagysebességgel talált telibe egy régi Golfot, azonnal le kellett fújni a futamot, hisz ketten életüket vesztették a karambolban.
Innentől gyökeresen megváltozott a program, hirtelen mindenki máshogy kezelte az eseményt, valamint a rendőrök is sokkal nagyobb figyelmet fordítottak a versenyzőkre. Néhány országban például csak az egyenruhások által kísérve léphettek be, akik a következő határig végig velük maradtak. A következő években folyamatosan növekedett az érdeklődés, azóta több egész estés film is készült. 6 év után ismét itt vannak a srácok, gyertek velem, megmutatok pár autót! Az egész eseményt 3 márka uralta. A Porsche, a Ferrari és a Lamborghini. Furcsa volt látni, hogy sok olyan Verda, ami magányosan az utcán állva rengeteg fejet maga felé fordítana, itt mennyire nem érdekelt senkit. Azok az emberek, akik alap Porsche-kkel vagy turbós Ferrari-kkal jöttek, nagyot koppantak, mikor elkeseredésükben hosszan túráztatták a gépeket. De továbbra is az extrémebb V12-es szívómotoros kocsikkal szemezett mindenki. Előbbik közül a Lamborghini Urus hangja volt a legszomorúbb. Hallottátok egyáltalán? Eközben a szívómotorosok. Voltak alternatív taktikák is a figyelem felkeltésére, például amikor a Huracanos rájött, hogy nem rúghat labdába a sok Aventador mellett, gyors felpattant a csomagtartóra, hogy bátorsággal pótolja a lóerőket. Legalább az ablakot nem törte be, néhány embernek még ez sem megy. De nálam a csúcspont ez a két bőrönd volt. Láttatok már ilyet? Amikor annyira gazdag vagy, hogy még a bőrönd is követ. Az érkezők folyamatosan töltötték fel a helyeket, mire lement a nap, már mindenki megérkezett. Miután lezárták a kaput és elmentek a gazdagok, az emberek elindultak hazafele, miközben jó magyar módjára elkezdték szétbontani és hazavinni a berendezést. De most őszintén, mire jó otthon egy széttört műanyag tábla? Mert ha mondtok valami jó ötletet, visszamegyek, aztán hozok én is. Ezt a biztonsági őrök még elnézték, de a zászlók lenyúlása már nekik is sok volt. Vidéken terjed egy lifehack, amiben az emberek néha vizes palackokat tesznek az autó köré, hogy a nyestek és a macskák ne ugorjanak rá. Na ezt a trükköt az egyik Ferrari tulaj még itt is bevetette. Ahogy kiürült a tér, eljött volna az én időm, hogy bemutassak nektek pár autót, viszont alaposan átvizsgálva a jelenlévő Verdákat realizáltam, hogy hiányzik az indulókocsik jelentős része, köztük természetesen az a 3 is, amiről mesélni akartam kicsit. Úgyhogy ezt most a vágóasztalon kellett megoldanom. Szóval íme a 3 számomra legérdekesebb autó, ami szerintem a leginkább szimbolizálja ezt a rallit. És persze, sosem értek el hozzánk. Nekem a Lamborghini Countach az ilyen események tökéletes mintaképe, hisz az erről szóló híresebb filmekben mindig ezzel a Verdával nyitották a mozit. Az ék alakú fenevadat 1971-ben mutatta be a cég a közönségnek, de csak 1974-től kezdte forgalmazni az LP400-as verziót. 370 lóerejével nem ért el a nevébe foglalt értéket, de nem is arra utaltak vele, hanem a 3,9 literes motorjára. Mint minden terméknél, a gyártási folyamat itt is lassan indult, így ez a legritkább sorozatgyártott verzió 152 eladott példánnyal. 1978-ban érkezett az első facelift, az LP400S, amely 15 lóerővel gyengébb lett, de kapott egy komolyabb szélesítést, valamint egy opcionális spoilert, amivel a felárért cserébe lassabb lett. Micsoda üzlet! 1982-ben az LP500S kapott egy új, 4,8 literes motort, amivel csupán az eredeti lóerejét kapta vissza, cserébe hízott 280 kilót.
viszont a Gambolon már az 1985-től gyártott LP5000 QV indult, aminek motorját egészen 5,2 literig fúrták fel. Ezen nagyot lépett előre a lóerők harcában, már 455-öt tudott. Nagyon klassz a részlet, hogy a filmekben mindig a legújabb kontász szerepelt. Az első ágyú golyófutam 1981-es, így ott egy LP400S-t hajtottak a híres dupla spoilerrel és végtelen kipufogóval. Filmszínházunk bemutatja az Ágyú golyófutam című amerikai filmet. A második rész már 1984-es, így abban a lányok egy LP500S-sel robbantak le. Ilyen drága és egy rakás szar. Én megmondtam, de te erősködtél. Valamint a nem hivatalos folytatásban, az 1989-es Speed Zone-ban, amire később ráaggatták a Cannonball Run 3 címet, pedig az 5000 QV szerepelt. Már amikor nem cserélték ki egy gagyi replikára. Ugorjunk egy évtizedet, jöhet a 90-es évek. Akik jelen voltak a skóciai rajtnál, azok láthatták a Gamble 3000 egyik leghíresebb autóját, ezt a Jaguar XJ220S-t, ami a főszervező Maximilian Cooper saját autója. De mi ez pontosan? A Jaguar a 80-as évek végén nehéz helyzetben volt, hisz az egyetlen sportkupéja, az XJS már 1975 óta kínálatban volt, és amikor a végéhez közeledett az utód fejlesztése, a Ford felvásárolta a Jaguart és az Aston Martint, majd benyögte, hogy nem szeretnének sok pénzt beletolni az új Aston fejlesztésébe, inkább elveszik a Jaguar legújabb sportautó projektjét, és átcímkézik Aston Martinra. Így született meg az XJS platformjára épült DB7-es, miközben a Jaguar hoppon maradt, autó nélkül. Valami nagy durranásra volt szükségük, hogy megőrizzék a reputációjukat, így egy olyan autót szerettek volna piacra dobni, amivel felvehetik a versenyt a Ferrari F40-nel és a Porsche 959-el. 1988-ban elkészült a tanulmány, melynek formáját és nevét is az 50-es évekbeli Le Mans-i versenyautók is lették. Az extrém vonalakhoz passzolt a V12-es hajtáslánc és a négykerék meghajtás, amire még nem volt példa a márka történelmében, valamint az ajtók a Lamborghini mintájára nyíltak. A bemutatott koncept várakozáson felül teljesített, 1500 rendelés érkezett a Verdára egyenként 50 ezer fontos foglalóval. Viszont nem sokkal később szigorodtak a környezetvédelmi normák, valamint a projekt nem kapott elég támogatást a Fordtól, így a végső változatot megfosztották a legvonzóbb tulajdonságaitól. A V12-t lecserélték egy turbós V6-ra, négy kerék meghajtást sem fejlesztettek hozzá, de az ajtók is mentek a levesbe. Mondjuk az nem baj. Manapság természetes, hogy a márkák kiirtják a V12-es motorokat, de akkoriban ez volt a legnagyobb öngól ebben a kategóriában. A vevők azonnal elpártoltak és kivétel nélkül követelték vissza a foglalójukat, így csak a jogi húzavona után tudták elindítani a gyártást 1992-ben. A roverról levett hátsó lámpa ellenére 470 ezer fontot kértek az 500 lóerős autóért, aminek reputációján az sem javított, hogy az újságírók zöme túl nagynak és nehezen kormányozhatónak vélte. A Jaguar, hogy mentse, amit tud, ráment a modell nevében szereplő 220 mérföld per órás sebességkísérletre a Nardo tesztpályán, de elsőre csak 212 mérföldig jutottak. Második próbához már megszabadultak a katalizátortól, valamint magasabb fordulatig engedték a motort, így 217 mérföld per órára javították a saját eredményüket. Ez akkoriban világrekordnak számított, amit később a McLaren F1 döntött meg. A brutális végsebesség nem javította megítélésen, vértizzadva csupán 275 darab XJ220-at sikerült értékesíteni. A modellt 1994-ig gyártották, mégis 1997-ben sikerült megszabadulni az utolsó példánytól, az eredeti ár negyedéért, 127.550 fontért. Értitek? Negyed áron, a szalomból. Szóval akkor ez egy XJ220? Hát, volt újkorában, de időközben átalakították a modell utcai versenyautójává egy XJ220S-é, amiből eredetileg csak 6 darabot gyártott le a Jaguar, de a 90-es évek végén a Verdát elvihetted a márka sportrészlegéhez, a TVR-hoz, akik egy vastag borítékért cserébe szívesen feltuningolták neked a sportautót. A csomag nagy részét az első hátsó új karbonelemek, a fix lámpa, a fix spoiler, a BBS felni és a 700 lóerő tette ki.
Ez a konkrét darab már 2007-ben is feltűnt a Gameboy-on, de akkor még csak az eleje volt átalakítva az extrémebb verzióra. Már említett Smi sem hozta Budapestig a legdrágább autóját, amiről sokaknak felmerülhet, hogy mégis mi a fene ez. A lila sportautó az alig ismert Zenvo márka modellje, mely cég üzletpolitikája egy nagyon érdekes kérdést vet fel, amiről érdemes beszélni. A dán Zenvo cég 2004-ben startolt el, és az első modelljüket, az ST1-et 2008-ban mutatták be, amit 2009-től kezdtek gyártani. Mivel az ilyen kis márkákat nagyon nehéz felfuttatni, így 2014-ben jó ötletnek tűnt adni egy példányt az akkori legnépszerűbb autós műsornak, a Top Gear-nek, ahol végre közelebbről is megismerhettük a kocsit. Viszont amit ott kapott szegény, azt nem tette zsebre, ráadásul a kritika jogosan fogalmazódott meg. Jeremy rávilágított, hogy a Zenvo ST1 az akkori 660 ezer eurós árával tripla annyiba kerül, mint egy már bejáratott, exkluzív márka, például a Ferrari, Lamborghini vagy Aston Martin, miközben minőségileg és technikailag sem közelíti meg azokat. Míg utóbbi márkák saját maguk fejlesztették a teljes hajtásláncot, és mindent egyedileg gyártottak az adott modellhez, addig a Zenvo egyszerűen csak leemelte a polcról a már létező General Motors alkatrészeket, amiket összelegózott, és rátett egy busás árcímkét. Papíron persze fel tudta mutatni, hogy 1100 lóerős és egy óriási 6,8 literes blokk hajtja, de a kifinomultság hiányában ezt az erőt nem tudta rendesen leadni, így a vezetési élmény is messze elmaradt a jóval olcsóbb riválisokétól. A haba tortán, hogy a teszt alatt a Zenvo folyamatosan műszaki problémákkal küzdött, végül pedig feladta a harcot és kigyulladt. Even more orange. A márkának ez óriási presztízsveszteség volt, de nem adták fel és folyamatosan fejlesztették a nem mindennapi autójukat. Tisztában voltak vele, hogy az óriási árés miatt csak kevesen lesznek hajlandóak többet fizetni egy minőségileg gyengébb autóért, így évente csupán 5 autót szerettek volna értékesíteni. Gondoljatok bele, évi 5 darab Verda eltart egy ilyen céget. Mennyi profitot tehetnek egy-egy kocsira? Na szóval a 2016-os utód a TS1 nevet kapta, és egy kisebb 5,8 literes motort az eredetiéhez hasonló teljesítménnyel. Ebből készítettek egy versenyváltozatot, a TSR-t, amiből sikerült lefaragniuk 250 kg-ot, így csak 1330-at nyomott. Mivel ezt nem viheted utcára, a vevők se jöttek, így kompromisszumként visszapakolták a beltérbe a legfontosabb dolgokat, és megszületett Smi autója, a kimondhatatlan nevű Zenvo TSRS. Trcs. Műszaki adatai pont olyan extrémek, mint a megjelenése, közel 1200 lóerő, 1500 kg-os tömeggel társítva, megfűszerezve egy világújdonságnak számító spoilerrel. Ez a furcsán mozgó szár nem mindennapi módon működik, hisz mindig azon az oldalon nyit, ahol több leszorító erőre van szükséged. Nyilván a TSRS rengeteget fejlődött a kiindulási alaphoz képest, de ezzel párhuzamosan az ár is eldurvult, ami most már 1,5 millió eurótól indul. És most nektek szegezem a kérdést. Ti kifizetnétek egy jól bejáratott luxusmárka árának többszörösét egy rosszabb minőségű és technikailag visszamaradottabb autóért, csak azért, mert ezzel jobban kitűnhetsz a többi gazdag közül? Én személy szerint nem. Viszont, ha már valaki, jelen esetben Smi megtette ezt, jobb helyen nem is villoghatna vele, mint a Gameboy 3000 Rallyn. Ahogy a videó elején is említettem, 3 márka körülbelül 6-7 modelljel lefette az egész rajtrácsot, így a sok hasonló autótól gyorsan megcsömörlött az ember, és a figyelmét inkább egy-két érdekesebb Verdára szentelte. Ezért pont itt tudott óriásit villantani az, aki túlfizetett egy ritka, kisszériás autóért, csak hogy lenyűgözhessen minket, autóbolondokat. Ritka és drága autók ide vagy oda, szinte mindegyik megsínli a hosszú utat, így sokan csak bélik őket, hogy ne a saját nyug bánja. Pár évvel ezelőtt egy luxusautó kölcsönzőt üzemeltető youtuber, Rob Ferretti megmutatta, milyen állapotban kapta vissza a bérbeadott Verdáit a futam után.
Már meg sem lepődött, hogy az összes kocsi tele volt karcolásokkal, kőfelverődésekkel, és nem csak a felniket, de még a lökhárítókat is sikerült megpatkázni. Itt például valaki annyira jó fej volt, hogy felfúrt az autó elejére egy kamurendszámtáblát. Értitek? Átfúrta a lökhárítót. Egy szóval, senki sem vigyázott rájuk. Bár a bérautóknak általában ez a sorsa, ezzel az Astonnal azért alaposan elbántak. Különös esemény elindítása óta már több mint két évtized eltelt, és az autós közösséggel párhuzamosan ez is teljesen átalakult. Régen minden versenyző egy-egy egyedi, őrült karakter volt, akik mintha csak egy filmből léptek volna elő. Szabotálták egymást, nem riadtak meg a legveszélyesebb szituációktól, valamint az összetört autókat úgy dobálták el, mint mások az elhasznált zsebkendőt. Azóta a kedélyek lenyugodtak, a versenyen javarész gazdag youtuberek indulnak, hogy ezzel reklámozzák a csatornájukat, cserébe mostanra a közönség sokkal közelebb került a résztvevőkhöz, már-már együtt élik meg ezeket a klassz napokat. Ti kint voltatok az eseményen? Ha igen, írjátok meg, hogy tetszett, melyik volt a kedvenc autótok, és hogy mire használtátok a széttört műanyag reklámtáblákat. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ha tetszett a videó, kérlek dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, hisz hamarosan érkezik a tuning videó második része. Sziasztok!